Volodymyr Zelenszky elnök Twitter bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a Nemzetközi Valuta Alap további 1,4 milliárd dolláros pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának. Az államfő azt írta, hogy telefonbeszélgetést folytatott Kristalina Georgievával, az IMF ügyvezető igazgatójával. Megköszöntem az 1,4 milliárd dolláros további támogatást. Megbeszéltük a jövőbeni együttműködést Ukrajna pénzügyi stabilitásának megerősítése érdekében, hangsúlyozta Vladimir Zelenszkij. Az IMF még nem jelentette be hivatalosan a Zelenszkij elnök által jelzett forráscsomag Ukrajnának történő kiutalását. Egyenlőre azt sem közölték, hogy ez milyen feltétlenül a mellett valósulhat meg. Az Európai Unió abban érdekelt, hogy minél hamarabb béketárgyalások kezdődjenek Ukrajnában, de ezek elindításáról csak Ukrajna vezetése dönthet. Jelentette ki Joseph Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Parlamentben elmondott beszédében. Számolt be az Erbeka Ukrajna hírportál. Borrell hangsúlyozta, nem tudom, mikor kezdődnek meg az első béketárgyalások. Nem tudok ebben a kérdésben tanácsot adni Ukrajna elnökének. Hozzátette, számunkra annál jobb, ha ez minél előbb megtörténik. Az európai fődiplomata azt is megjegyezte, hogy a béketárgyalások általában akkor indulnak, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik. Mutatott rá Joseph Borrell Anna-Lena Barbuk, német külügyminiszter, kievi látogatásáról szóló beszámolóját követően Németországban nyilvánvalóan felvetődik az ukrajnának nyújtott katonai és haditechnikai segítségnyújtás növelésének kérdése, közölte a Védelmi Minisztérium hírszerzési főosztálya. Azt írták, hogy az ukrán fegyveres erők sikeres ellentámadása egyesíti az európai politikai erőket. Ezért Ukrajna a támogatások növelésére számít Németországtól. A hadsereg szerint ez segíti az ukrán fegyveres erők sikeres ellentámadásának folytatását és az Oroszországi Föderáció által megszállt területek felszabadítását. A Védelmi Minisztériumnál hangsúlyozták. Ukrajna számára fontos, hogy maga mögött hagyja a kelet-közép-európai országokkal fenntartott körkörös csererendszerét, és áttérjen a Bundeswehr készleteiből és a hadipari komplexum vállalataitól származó közvetlen fegyverszállításokra. Ukrajnának és fegyveres erőinek most újabb fegyverekre van szüksége, és nem csak a Szovjetunió által gyártott régi hadifelszerelések átadására. Ukrajna nagyra értékeli Németország segítségét, és hisz a további együttműködésben az újrafegyverkezés és Európa orosz agresszióval szembeni védelme érdekében, áll a Védelmi Minisztérium közleményében. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét összehívta a haditanácsot. A megbeszélésen utasította az állami határszolgálatot, hogy biztosítsa az államhatár védelmét az orosz megszállás alól felszabadított területeken. Számolt be az elnöki hivatal sajtószolgálata. Zelenszkij meghallgatta a hadműveleti területek parancsnokainak jelentését a fegyveres erők aktív hadmozdulatairól Ukrajna-orosz megszállás alól történő felszabadítása érdekében. A tanácskozáson megvitatták a biztonsági és védelmi szektor 2023-as költségvetési tervezetét. Az elnök bejelentette, hogy a védelmi költségvetés teljes összege több mint egy trillió hrívnya lesz. Az ország több régiójában kulcsfontosságú energetikai objektumokat ért találat. Ezek állapota nem teszi lehetővé a hőszolgáltatás biztosítását az előttünk álló fűtési idényben. Hangzott el azon a tanácskozáson, amelyet Irina Verescsuk az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelős miniszter tartott szakemberek részvételével. A legkritikusabb helyzet Herszon és Zaporizsja megyében alakult ki, de jelentős károk keletkeztek Mikoláiv, Donetsk, Luhansk, Harkiv, Csernyhív és Poltava megyében is. Az infrastruktúra Kulturális Minisztérium tájékoztatása szerint az említett térségekben 316 kazánház, 10 hőszolgáltatóközpont és egy hőerőművált vált használhatatlanná.